A több mint két évtizede aktív hitéletet élő művész a gyerekek által feltett kérdésekre válaszolt. Az iskola növendékei sok mindenre kíváncsiak voltak, például arra, hogy mióta hívő, illetve igaz-e az, hogy fiatal korában papnak készült. Hát én nem készültem papnak, csak az a helyzet, hogy amikor engem megkereszteltek, akkor a szüleim felajánlottak papnak. Minden elsőszülött fiút illik felajánlani papnak minden katolikus család keresztelőt. Ezt kevesen tudják, pedig ez igaz. Nem kötelező, de ha valaki komolyan veszi a kereszténységét, ezt meg szokta tenni. E Perjes Károly előadásában a katolikus vallást elhelyezve a többi között szólt a kereszténység jelentőségéről. Jobban tehetjük-e fel a kérdés, hogy mi a különbség a vallások között? Minden vallásnak kérdésében természet fölötti cél. Azt mondja Arisztotelész a poétikában, a cselekvés művészetet, hogy a cselekvés nem válik művészetté, és a tanulást is lehet művészi fokon, meg permahajdan módon csinálni. A cselekvés csak akkor válik művészetté, ha önmagán túlmutató természet fölötti célja. Önmagán túlmutató természet fölötti célja. Ezt lehet persze más vallástól is, de nekünk van egyedül megváltó. Nincs más vallás. Csak a keresztény. A zsidó testvéreknek is van, de azok nem fogadták el. Szembennek is miatta, meg nincs. És miért nem vagyok protestáns például? Mert az is lehetné, vagy hitgyülekezet is, mert nekünk katolikusoknak van a legtöbb szentségünk, megigazító erő. Tehát, bűnbán a szentsége rendben tudom tenni. Ez másoknak nincs. Bűnbánatuk van, de bűnbánat szentségük nincsen. Megtisztára tudjuk most, mint amit. Tehát szoktam mondani, én ökumenikus vagyok, nagyon tisztelem a hívő zsidókat, hívő reformátusokat, evangélikusok, hitgyülekezetesek tisztelem. Maguk mondják olyanok, amilyenek, de ők is az Isten felé mennek. A zsidó testvérnek van egy szentsége, a protestáns testvérek kettő szentséget vallanak, tehát akkor csak az egyik az, a mi értékrendünk szerint neki meg két szentségük van. Hát azért képített műmotorra hatékonyan közlekedni képítettően, nem? Igaz, hogy veszélyesen. Úgyhogy nekünk veszélyes, de hatékony vallásunk van, a katolikus vallás. A rendkívüli hittanórán szó esett még a 10 parancsolat alapvető szerepéről, valamint arról, hogy az Isten által adott képesség, talentum megfelelő kibontása megteremti a tehetséget.